Az Európai Bizottság egyik tavalyi felmérésében 24 ország nyelvtudását vizsgálták. A 25 és 64 éves lakosság tekintetében Magyarország az utolsó helyen áll. A vizsgált korosztály mindössze 37%-a beszél idegen nyelvet. Egy magyar iskolás általában 8 évig tanul idegen nyelvet az iskolában, sokan nyelvvizsgát is tesznek, legtöbbször akkor, ha magánórákat vesznek, vagy nyelviskolába járnak. Hiába azonban a papír, ha további tanulmányaik során nem használják a nyelvet, vagy a munkahelyükön sem szükséges a használata, akkor sokszor még egy turistát sem tudnak eligazítani, vagy mernek megszólalni külföldön. Az Oktatási Hivatal a 2015-2016-os tanévben elvégzett idegen nyelvi mérés alapján azt állapította meg, hogy a nyolcadikosoknak csak a 45-55%-a érte el azt az A2-es szintet, amit a kerettanterv kijelöl. Az Európai Bizottság legutóbbi felmérése szerint Magyarország a 25 és 64 év közötti korosztály nyelvtudását vizsgálva az utolsó helyen áll. A korosztály mindössze 37%-a tud legalább egy idegen nyelvet, miközben az uniós átlag 66%. Vennék a stúdióban Császár Zoltán, az ILS nyelviskola ügyvezetője. Jó napot kívánok, üdvözlöm. Mint ahogyan a felvezetőben is elhangzott, hát azért itt beszélhetünk aktív, illetve passzív tudásról is. Ha mondjuk passzív tudásról beszélünk, akkor is ilyen rossz lenne a helyzet, hogyha ezt felmérnék? Szerintem nem. Alapvetően Magyarországon rengeteg olyan kezdeményezés van mostanában is, ami azt ösztökéli, azt motiválja, hogy az emberek tanuljanak nyelveket. És úgy látom, hogy a munkaképes lakosság, aki munkahelyeken pozíciókat tölt be, törekszik arra, hogy ezt a készségét fejlessze. Viszonylag sok multicéggel, nagy céggel van kapcsolatunk, a mi cégünknek is, és ezt látjuk, hogy amennyiben a nyelvtanulás össze van kötve valamilyen egyéb tevékenységgel, tehát valamilyen egyéb céllal, azaz munkahelyen kell elintézni ügyeket, netán be kell kerülni egyetemre, ha van egy célja, akkor általában ez működni szokott. Igen, tehát hogyha nem áll érdekében, akkor gondolom csak úgy passzióból nem feltétlenül fog idegen nyelven végignézni egy műsort, vagy feliratozva végignézni egy műsort, csak azért, hogy gyakorolja. A számokat, amiket hallottunk egyébként, én is meglepődve hallom, nincsenek kétségem, hogy ezek nem helyes számok. Inkább azért hallom meglepődve őket, mert Magyarországon azért ugyanúgy az internet világában most már nagyon sok minden elérhető az idegen nyelven. És sokan elemezték már az okokat, hogy miért nem beszélünk olyan jól idegen nyelveket. Egyik ok ezek közül az volt, hogy a filmjeinket, amiket a moziban vagy televízióban nézünk, rendszeresen lefordítják ugye magyarra. Tehát a szinkronizáció, mint olyan nagyon sikeres és jól működő magyar ipar. Hogy tehát kényelmessé tettek minket. Így van, abszolút. És például Romániában jól tudjuk, hogy nem szoktak szinkronizálni, ezért gyermekek már kicsikorútól kezdve idegen nyelven hallják és látják a rajzfilmeket. Egyik oka talán ez lehet, a másik oka pedig az, hogy a magyar nyelv nagyon sajátos nyelv. Ugye elemezték már, vannak elképzelések, akik a finugor nyelvcsaládhoz sorolják be, ma már vannak török rokonsági elképzelések is, úgyhogy elég különleges a nyelvünk, nagyon szép, de különleges, és kevés kapcsolatunk van nyelvtani rendszerünkben olyan nyelvekkel, mint az angol, a német, vagy akár a szláv nyelvek. Úgyhogy nagyon egy ilyen fehér folt vagyunk mi itt Európa közepén. Tehát akkor e tekintetben teljesen át kell állítani a saját agyunkat, át kell kapcsolni, ami azért nem egy olyan túlságosan egyszerű. Igen, és az az érdekes, hogy a határon túli magyarok például, ha róluk beszélünk, ott nincs ilyen probléma. Gyerekkoruktól két nyelven hallják ugye a kommunikációt, ezért nagyon könnyen is tanulnak, és jól is beszélnek akár két-három nyelvet. Említette például Romániát, meg akkor a határon túli magyarokat. Ja. Mi magyarok a többi szocialista országhoz, volt szocialista országhoz képest, hol állunk nyelvtudás tekintetében? Azt hiszem, hogy én is osztom az előző véleményt, hogy picit hátul vagyunk ebben a dologban. Ez egyébként betudható annak a 40 évnek, hogy szocialista országok voltunk? Nem mindenképpen, mint mondtam, Romániában ez nem így van, ott, sőt a Vajdaságban, stb. Tehát nem mindenképpen én mondhatnám ezt, hogy ne húzzuk csak a politikai vagy múltnak a rovására a dolgot. Tehát ha idegen nyelvről beszélünk, akkor ott van az orosz is, tehát ez is, tudnánk oroszul. Igen. Mindenképpen azt látom, mint nyelvtanár és nyelvvel dolgozó szakember, hogy a módszertan a kulcsa annak, hogy egy illető milyen gyorsan, milyen hajlandósággal fog megszólalni idegen nyelven. Tehát nagyon nem mindegy, hogy hová járunk tanulni, kitől tanulunk, és az milyen módszerrel dolgozik. Beszéljünk akkor a megoldásokról. Milyen megoldások vannak? Hát gondolom, akkor itt már nagyon-nagyon fiatal korban jó lenne elkezdeni tanulni.
Igen. De ez nem feltétlenül csak a kora megoldás. Igen, a korai kezdés az mindenképpen jó és hasznos, megszokja a gyermek már kicsi korában, hogy az a kommunikációs csatorna, amit az anyjától, apjától hall, az nem az egyetlen. Ez mindenképpen rugalmassá teszi a gondolkodását. Azonban aki nem kezdi el akár 20 éves koráig sem, az sincs elkésve. Az figyelhető meg, hogy egy viszonylag kommunikatív módszerrel, ezt így szoktuk nevezni mi így szakemberek. A kommunikatív módszer a lényege, hogy a nyelvórák zöme 70-80%-a beszélgetésre alapszik, írásbeli kommunikációra, néha különböző szövegek meghallgatására. Tehát nem elsősorban az a hagyományos nyelvtan és fordítás orientáció zajlik az órákon, ami mondjuk az én korosztályom talán emlékszik még rá, hogy az orosz nyelvet erősen így tanultuk. Azaz elég szárazan, főleg szót árasztunk az órákon, főleg a nyelvtani struktúrákat elemezgettük. Ez a módszertan nem vitt sikerre, amint ugye látjuk is. Ezzel szemben az a módszer, amely minél többet beszélteti az órán a diákot, az visz sikerre. Márpedig ez a módszer, amit említett, azért eléggé sokáig létezett. Én még emlékszem, amikor én próbáltam meg letenni az angol nyelvvizsgámat kb. 18 éves koromban, akkor nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektettek a nyelv tanra, magára a nyelvtanra. És hát ugye örök probléma volt az, hogy például egy Angliából bejött úriember is például nem tudta volna azt a nyelvtant úgy megoldani, mint ahogyan nekünk kellett megoldanunk. Tehát ennyire volt szigorú, legalábbis mi hallottunk ilyen történeteket. Ez igaz, nem igaz? Tehát, igen, előfordult. Tehát mi is dolgozunk külföldi kollégákkal, és valóban így van, hogy a mi gondolkodásunk hagyományosan nyelvtanorientált. Nem mondom azt, hogy nincs szükség nyelvtanra, Isten, tehát nem szeretnék ilyen bagatell jelentést tenni. Szükség van a nyelvtanra, csak az egyensúly megteremtése fontos, hogy mennyi időt töltünk egy órán a beszélgetéssel, akár idegen nyelvű videók, hanganyagok hallgatásával, és a nyelvtannal. Azzal is kell, de nem csak azzal kell töltenünk időt. Említette, hogy akkor sohasem késő elkezdeni. Egyáltalán nem. Nem. A tapasztalatunk azt mutatja, hogy a mi köreinkben akár 50-60 évesen is elkezdik, és viszonylag sikerrel egy-két év alatt egész komoly szinten képesek már társalogni, kommunikálni illetők. Ráadásul azért erre egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni, mert 2020-tól, ha jól tudom, akkor a felsőoktatásba csak úgy lehet majd belépni, hogyha van egy nyelvvizsgája a fiatalnak, így vagy van. Az illetőnek. Így van, pontosan így van. Nagyon kemény a verseny egyébként, tehát az látható, hogy a tizenéves diákok között a nyelvvizsga léte rendkívül fontos. Nagyon sok energiát, időt és pénzt áldoznak erre. Nem tudom, hogy tegyünk-e különbséget iskolák között, nyilván van, nem mondhatjuk minden iskolára azt, hogy hasonlóan állnak hozzá a nyelvi képzéshez. Akit én ismerek azon intézményekben, azt látom, hogy erős a verseny, és nagyon motiváltak a diákok abban az irányban, hogy legyen nyelvvizsgáljuk minél korábban. Mennyiben motiváló erő például manapság az, hogy egyre többen vállalnak külföldön munkát, vagy akarnak külföldön munkát? Ez is mindenképpen az. Gondoljunk csak bele, hogy egy egyszerű munkafolyamatot elvégezni, vagy megérteni a főnökének a kéréseit, ahhoz nagyon fontos, hogy nem a nyelvtan mindenképpen, hanem azt a szókincset, azt a kifejezéskészletet tanulja meg jól, amely által képes lesz gyorsan a munkáját elvégezni. A hatékonyság a kulcs szó szerintem, és azt látom, hogy a legtöbb külföldi cég ezért is szán forrásokat arra, hogy a beosztottjait, munkatársait idegen nyelvre rendszeresen tanítatja. Előrelépés, egy kapu, egy munkahelyen, egy lehetséges munkahelyen mennyire jelent a nyelvtudás? Ezt nem tudom megítélni pontosan. Ahol megfordulunk mi a kollégáimmal, azt látjuk, hogy inkább ez egy belépő. Tehát, igen, tehát a felvételi elbeszélgetéskor mindenkit megkérdeznek, hogy beszéli az adott idegen nyelvet. Általában az angol nyelv a legelterjedtebb, de a munka folyamat során is szükség van további képzésre, úgyhogy nagyon sok olyan cég van a látókörünkben, aki rendszeresen nyelvtanfolyamokat működtet berkeken belül, hogy a munkatársak ne csak megragadjanak egy szinten, hanem fejlődjenek is. És egy jól fizető állás abban, akkor ez belépő mindenképpen egy jó nyelvtudás. Egyértelmű. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen.